Sziasztok! Egy újabb témával jelentkezek. Ezúttal az embernek nem mernek önmaguk lenni. Az emberek egyébként félnek ma már lázadni, meg ott a kisgyerek ugyebár, és emiatt nem adják önmagukat, mert neki van egy gyereke. De mitől félnek? Félnek a társadalomtól, vagy félnek önmaguk lenni, vagy félnek megmutatni, hogy kik is ők valójában? Nem tudom. Félnek, hogy például, hogy a munkahelyen vagy az állásinterjún mit szólnak, meg hogy ezzel lejáratom magam mindenki előtt, tehát egy nagy lófaszt. Például, hogy a zenekaros felsőt vesz fel, vagy bakancsot, hogy én ezt nem merem megtenni, mert akkor mi lesz, hogy akkor mindenki kinéz, meg lenéz. Meg én nem járatom ezzel le magamat. Nem. Azzal járatod le magadat, hogy egy csicska vagy, és nem mersz önmagad lenni. Ezért néznek egyébként véres szemmel az ilyen lázadókra, aki más, mint a többi, aki kiáll a sorból, mert irigyek. Irigyek a lázadókra, hogy ők a gyerek miatt nem tudnak elmenni fesztiválozni, szórakozni, bulizni, vagy koncertre, mert hogy őt úgymond a gyerek tartja vissza, ami egy nagy fasság szerintem, tehát senkinek se tudja lepasszolni a gyereket, mondjuk a szüleinek, vagy egy ismerősnek, vagy egy babysitternek, hagyjuk már ezt a baromságot. De egyébként szerintem ez az egész arról szól, hogy sajnáltatja magát, hogy neki milyen szar az élete, milyen rossz. Hát én csak sajnálni tudlak, hát a fasznak csináltál gyereket akkor. De gyerek mellett egyébként ugyanúgy el lehet menni bulizni, csak akarni kell. Nem sajnáltatni magadat, meg ilyen hülyeségek, mert ez csak egy kifogás. Te egy ilyen, ahogy már mondtam egy videóban, te egy burokba élsz, és te ezt elhiteted magaddal, és akkor te úgy vagy vele, hogy akkor ez úgy van. Hát pedig kurvára nem. Mindent meg lehet oldani egyébként, nem sajnáltatni kell magatokat, ennyi az egész. A másik meg egyébként az tényleg, hogy nem mernek lázadni. Félnek. De mi a fasztól? Mitől féltek? Az emberek egyébként belenyugszanak az életükbe, és nem mernek változást hozni, nem mernek mások lenni. Az emberek nem mernek ma már önálló döntést hozni, csak azt, amit a szájukba raknak, például a tévé, az újság, meg az interneten is vannak ilyen dolgok egyébként. De az egyébként az a baj, hogy nem is akarnak más döntést hozni, nem is akarnak változni. Akkor meg nem értem, hogy miért sajnáltatják itt magukat. Belenyugodnak abba, amilyenek, és leszarják azt, amilyenek ők lehetnének valójában. És ezek az emberek mérgesen néznek a lázadókra. És lenézik őket azért, mert ők irigyek. Irigyek, hogy mi merünk önmagunk lenni, irigyek, mert mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, és őket ez idegesíti, és zavarja. Irigyek, hogy mi kimerünk mondani olyan dolgokat, amiket ők nem. Például rögnek azon, hogy én például 40 fokba bakancsba mászkálok. Én basszus nem fogok egy papucsba mászkálni, zokni nélkül, meg nem fogok szandált venni, hát egy nagy lófaszt. De egyébként az a vicc, hogy az én lábam nem fog begombásodni, mert a bőr miatt nem fog gombásodni, ezért is jó a bakancs. Ennek nézzetek utána. De egy tornacipőbe például hamarabb be fog gombásodni a láb. Nekem például még bakancsban soha nem. Azért lekopogom, de soha nem gombásodott még be a lábam, és nem is fog, mert a bőr jót tesz a lábnak. De az a baj, hogy ezt más nem tudja, és ezért le vagyunk nézve. Van egy nagyon jó mondás, ha rólad beszélnek a hátad mögött, és veled foglalkoznak mindig, akkor te valamit nagyon tudsz, amit ők nem. És irigyek. Ebbe a videóba csak ennyit akartam. Ez nem lett egy hosszú videó, de tényleg a mai társadalom fél. És nem, az embereket már tényleg nem is érdekli az, hogy ő más legyen. Ő tényleg, mint egy robottól tényleg, nem is akarnak változni, nem szabad megváltozni. Meg sokan úgy vannak vele, például, mint ami egy rocker ember, akinek lesz egy gyereke, és megváltozik, és ő már úgymond társadalmi mintapolgár lesz. De miért? Egy gyerek ezeken a dolgokon nem fog változtatni. Tehát attól, mert valakinek van egy gyereke, azért még nem kell például teljesen ellöknie magától a stílus, meg a zenét, meg mindent. Nem kell.
van egy gyereket, kész. Attól még ugyanúgy vehetsz bakancsot, ugyanúgy lenyírhatod csíkba a hajadat, vagy bármi. Egy gyerek ezen nem fog változtatni, csak ez az, hogy ezt a primitív embereknek ezt hiába mondom el. De nem, helyette inkább idegesek és stresszesek. És ráadásul ezzel az egész idegeskedéssel elbasszák még az embernek a jó napját is, mikor nekem is jó kedvem van, és látok egy ilyen embert, férfit vagy nőt, aki tiszta ideges, mert ő nem mer önmaga lenni, tehát látszik rajta, hogy őrlődik magában, vagy hogy mondjam. Tehát még ehhez a témához is amúgy nagyon sokszor vissza fogok térni, hogy az emberek nem mernek önmaguk lenni, de ennek a videónak például most az a tanulsága, hogy senki nem változzon meg azért, mert mondjuk lesz egy gyereke. Ugyanúgy eljárhatsz koncerte meg bulizni. Ez a gyerek nem fog változtatni semmi. Aki meg azt mondja, hogy de majd te sem leszel ilyen. Hát én akkor elmondom, hogy már barátnőmmel beszéltünk erről, hogyha lenne gyerek, ő se változna. Tehát engem nem tud megváltoztatni semmi. Csak hogyha én akarok. De én meg nem akarok. Tehát ha én akarom, akkor levágom például kopaszra a hajam, de hogyha nem, akkor nem. És az kit fog érdekelni? Most itt majd lehet engem támadni, hogy majd amikor iskolába megy a gyereked, meg óvodába, akkor nem így fogsz hozzáállni a dolgokhoz. De miért? Aki agyomon tetoválva bemegy ugyanis szülői értekezletre, vagy az óvodába gyerekére, azzal mi van? Az más. Nem. Ez miért lenne más? Neki is van tetkója, nem akarja soha eltüntetni, mert most azért, mert van egy gyereke. Én is be fogok menni úgy bakancsban, meg mindenhova, óvodában, meg a gyerekem. Kit érdekel, hogy mit mondanak azok a primitívek? Tehát le kell szarni, gyerekek. Nem kell foglalkozni semmivel és senkivel. Ez a baj egyébként, hogy az emberek mindig foglalkoznak más véleményével. Én soha nem foglalkozok. Nekem hányan mondták azt, hogy ne így nézzél ki normálisan, meg térjél meg, meg ez, meg az anyátokat azt. Én soha nem fogok megtérni, soha. Ennyi fért ebbe a videóba, majd még legközelebb jelentkezek. Sziasztok!